Kérdezhetem, hogy mi a vélemény a kampányról? Alapjában véve szerintem így a kampány tekintetében annyira nem mozgósították meg a jelöltek magukat, amennyire szerettük volna. Tehát ugye a programok tekintetében, hogy végül is, hogy mit szeretnének a jövőben, ezt ugye a közönségnek, illetve a választópolgároknak nem mondták el. Akkor mi alapján tudod dönteni? Honnan gyűjtötte az információt? Hát azért utána néztem, azért nem úgy vagyok, hogy csak úgy. Természetesen utána néztem a netről, illetve a szórólapokról. Megkérdezhetem öntől, hogy mi a véleménye a kampányról? Nekem megfelelt. Nekem jó volt. Az információt honnan tudta begyűjteni, és mi alapján döntött? Hát az információk az ismerősöktől, meg hát mindenhonnan, akik jöttek mindenki, hogy a... Úgyhogy nekem megfelelt, és jó volt, úgyhogy továbbra is maradunk úgy, ahol voltunk. Megkérdeztetem öntől, hogy mi a véleménye a kampányról? Visszataszító, ami Pesten megy, de itt az ember nem érzékeli ezt a durvaságot. Egy-két plakátot láttam letépve, de különösebben itt-tatán. Információt honnan tudta begyűjteni, és mi alapján dönt? Hát, mi már évek óta szavazunk végül is. Az ember dönt anyagiakba is, azt is nézi az ember, hogy végül is most is kaptunk támogatást. Máshonnan egyelőre nem kaptunk támogatást. Csak a nyugdíjasok legalábbis csak innen kaptak támogatást. De az ember nem csak azt nézi, hanem már úgy vagyunk vele, hogy évek óta mi eljövünk, és egy pártra szavazunk. Nem követtem nyomon a kampányt. Akkor mi alapján döntött, mi alapján? Meggyőződés alapján. Megkérdezhetem, hogy mi a véleménye a kampányról? Tulajdonképpen nem igazán lehet elájulni tőle. Mocskos volt, és kész. Mi alapján tudott dönteni, honnan gyűjtötte be az információit? Mindenhonnan. És elsősorban az elmúlt 4 év alapján, vagy 5 év alapján. Megkérdezhetem, hogy mi a véleménye a kampányról? Hát szerintem nagyon alapos. Nagyon alapos. Mert... Információit honnan szerezte be? Mi alapján tetszik tudni dönteni? Hát én személyesen ismerem ugye a polgármester urat, meg 25 éve itt lakom. Úgyhogy a helyi dolgokat nagyon jól ismerem. Én öreg asszony vagyok, már 80 éves, én nekem már, tudja mit, én nekem már szinte mindegy. Miből tetszett információt gyűjteni, vagy mi alapján tetszik dönteni? Azért hallok ezt azt, na. Úgyhogy hát jövök szavazni. Mi alapján tetszik dönteni, honnan gyűjti be az információt? Hát az emberektől, hogyan beszélnek mindenki. Nek a véleményét osztom is azt szerint. Szokott változtatni a szavazáson, hogy mikor kinek szavaz? Hát remélem. Vagy stabil szavazók. Stabil szavazók vagyunk. Reméljük, hogy valamilyen irányba változik. Vagy nem változik, akkor marad, nem tudjuk. Majd kiderül este.